Attilát nem kell bemutatnunk, szerepelt nagyon sokszor a Szárszó TV-ben, és ugye természetesen a egyesületi életről hírt adott a Szárszó TV, de valahol mégis úgy vagyunk, hogy sok mindenről nem tudunk, és a sok minden közé tartozik az is, hogy azok az emberek, akiket te itt összegyűjtöttél, akik még most is itt vannak, hiszen ez egy példaértékű dolog, hogy október 4-én élet van Szárszón. Egyébként itt van mellettünk az üres strand, ugye, amin senki nincs, ez a kontrasztja. Tehát akiket összegyűjtöttél, azok nem csak, hogy ide szeretnek jönni játszani, hanem támogatják is a falu sportkörét. Itt az egyik támogató, Aradi Vilmos, akit szeretettel köszöntök. Mitől kaptál kedvet ahhoz, hogy részt vegyél a falu életében, és támogatással is biztosd a falu sportját? Tulajdonképpen 2013-ban kerültem először Balatonszárszóra, egy barátom vett itt nyaralót, és elhívott. És ő is teniszezik, és én is elég régóta, és megkért, hogy jöjjek el veled a klubba játszani. Lejöttem, és itt egy olyan közösség fogadott, ami az első pillanatban megragadott. És onnantól kezdve elkezdtük keresni a nyaralót, és gyakorlatilag azért vásároltunk itt, mert ez a közösség, ez láttuk, hogy itt működik, jól működik, a tenisz élet tökéletes, versenyek vannak szervezve, a pálya minősége kifogástalan, és úgy, ahogy mondtad, tehát október 4-én még mindig itt játszunk. Na most ez 2013-ban meg is történt ez a vásárlás, és azt mondhatom, mi szegediek vagyunk, hogy Szegedről nyári időszak, vagy október végéig, szinte amikor tehetjük, minden hétvégén itt vagyunk, és ezen, és részt veszünk minden rendezvényen. Ez Attilának köszönhető, mert ez az elán, amivel ő ezt szervezi, ez szinte magával vonza az embereket. Tehát értem azt, hogy mondjuk megérkezünk Szegedről mondjuk péntek délután 14 órakor, és 17 órakor viszont már itt játszom a pályán, mert olyan invitálásban részt vennek, nem tudok ellenállni, és jól érzem itt magam, és teljesen ki tudok kapcsolni a hétköznapokból. És ugyanezt érzem az összes többi klubtagva. Ide jár az orvostól az ügyvédig, tehát mindenféle foglalkozás ember, de ez senkit nem érdekel, hogy ki mivel foglalkozik, hanem hogy hogyan teniszezik, és hogyan tud beintegrálódni ebbe a közösségbe. Bocsánat, mégis van egy pici választóvíz, ugye, mert te tulajdonképpen vállalkozó vagy, ugye, és elvileg Szegedre is vihetnéd a pénzed egy részét, mégis ide Szárszóra a sportegyesület megsegítésére adtatok, és adsz is millió forintokat. Igen, mert ez azzal függ össze, hogy jól érzem itt magam, és például a foci csapat, a Harmat Imre úr is megkeresett, és támogatjuk a helyi foci csapatot is azért, hogy fejlődjön Szárszó. Tehát, hogyha most mi itt jól érezzük magunkat, és itt töltjük az időnk nyár nagy részét, akkor úgy gondolom, hogy segítenünk kell a helyi sportegyesületeket is, és ezen felül segítjük és támogatjuk a tenisz pályát is, a Viha Attilát, hogy itt minél szebb legyen a környezet, minél jobb. Ez saját magunk érdeke, hogy jól érezzük magunkat. Na most ugye itt még azért kellene, és Attilának tervei is vannak, változtatni a külsőn, itt gondolok a teraszra, a vizes blokk felújítás, stb. De ez nem az ő tulajdona, illetve nem a mi tulajdonunk, hanem önkormányzati tulajdon, és ezért mi támogatók szeretnénk azt is, hogy az önkormányzat is támogassa ezt a klubot, hiszen szerintem érdeke, úgy, ahogy mondtad, hogy körbenézünk, és a strandon nincs senki, itt pedig élet van, hogy Szárszónak is érdeke, hogy ide minél többen jönjenek, minél szebb legyen a környezet, és valóban Szántódról, Földvárról, Bogláról, tehát mindenhonnan jönnek ide teniszezni, mert híre van, hogy itt egy jó klubélet van, és jó kiszolgálásban részük, mint ahogy említettem, nagyon jók a pályák, de ezt még jobbá lehetne tenni. Tehát a külső környezettel, és akkor lehet, hogy még többen tudnának jönni, és még jobban vinnék Szárszó hírnevét. De ehhez én úgy gondolom, hogy mi ugye anyagilag tudjuk támogatni, de ez kell egy biztonság, hogy ez évek múlva is tudunk ide járni, és mondjuk nem jön ide valaki, aki megpályáztatják idén, és egy teljesen más elképzelése van. Most viszont erről Attilát kell megkérdezni.
túl azon, ugye, hogy ő működteti a pályát, valóban van egy olyan vonzása, aminélkül ez az egész nem működne így, sőt, mi több, ez a vonzás, bár évek kellettek hozzá, egy picit bővülni látszik azzal, hogy szárszói fiatalokat sikerült nem csak ide csábítani, hanem lassan már egy csapatot is lehet építeni belőlük, és még egyéb más tervek is vannak. Attila, légy kedves, azonban ezt te mondd el. Hát először is szeretném köszönetemet kifejezni azoknak az embereknek, a klubtagoknak, akik támogatnak minket is, és így rajtunk keresztül, vagy a mi segítségünkkel a helyi sportot is, meg egyébként a kultúrát is. Elég sokan vannak, hál' Istennek, jól érzik magukat, és ezért nekem sokkal jobb helyzetem van, így, hogy olyan emberekkel kell együtt dolgoznom, akiket én is barátomként tisztelhetek. Nagyon sok ember jár ide valójában. A mögöttünk levő pályán sokszoros magyar bajnok keresztes Krisztián játszik, például oktat, de tényleg a Balaton távolabbi részéről is rendszeresen jönnek, vagy egyszer-egyszer egy évben, vagy rendszeresen ide hozzánk. Jól érzik magukat, itt kerékpárkirándulások, borkóstolók, stb. Minden van, és aktívan részt veszünk a falu életében. Ami a legnagyobb öröm számomra, hogy most már 10-12 fiatal, szárszói 20 éves fiatal, 20-20 éves fiatal jár ide rendszeresen teniszteni, nagyon jól érzik magukat, itt már bulit is rendeztek, és heti 3-4 alkalommal játszanak, és a múlt hónapban pedig elindult a gyermektanfolyam, ahol 4-5-8-9 éves gyerek játszik rendszeresen itt nálunk heti 2 alkalommal. Elindult egy épülés, ugye, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz egy tartós, biztonságos lehetőség kellene. Ehhez mi a te kérésed? Hát kérésem nincs, tehát én itt bérlő vagyok. A támogatóink szeretnék ők magukat jól érezni hosszabb távon. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ők velem képzelik el ezt a klubot, és itt van fejlesztési lehetőség, egyébként az önkormányzat segítségével, amit nagyon szépen köszönünk, szépen fejlődtünk, tehát tatarozták az épületet, pár évezet új kerítést kaptunk, még azért szeretnénk egy új teraszt csinálni, egy ilyen kis pingpong helyiséget itt hátulra, hogyha esetleg nagyobb szél van, vagy egy esti ilyen bulika alkalmával lehessen pingpongozni a petánkpálya mellett, hogy még jobban tudják érezni magukat ezek az emberek. Mi lesz a legközelebbi program, mikor zártok, és mit terveztek jövőre? Hát tulajdonképpen, amíg az idő engedi, tulajdonképpen november elejéig vagyunk nyitva. Ugye abban az évben is már március végén már játszottunk, és remélem, hogy még október végén is játszani fogunk. De emellett ugye a szezonzárat megcsináltuk 72 fővel egy zárt körű rendezvény a Szárszói étterembe, tehát nagyon sokan vagyunk, egész meghosszabbítottuk ugye a szezont, és remélem, hogy még tudunk egy kicsit fejleszteni, még kerékpárok vásárlásába, vízisporteszközök vásárlásába gondolkodunk, hogy mindenki maradéktalanul jól érezze magát, és ne csak az legyen, hogy ide kijön és teniszezik, hanem a család többi része is megtalálja itt a lehetőségeket a sportolásra. Én úgy tudom, hogy van valami terv ezekre a szárszói fiatalokkal kapcsolatban is, valamilyen bajnokság szervezése, megindítása, ami azt hiszem egy elég nagy szabású vállalkozás, hiszen nincs ilyen a környéken, legalábbis ebben a kategóriában, ebben a osztályban nincs. Hát sajnos megtudtam, hogy a Somogy megyében nincs teniszbajnokság, ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel a csapattal, a helyi fiatalokba összeállítva ezt a csapatot, megszerveznék egy ilyen Dél-Balaton községeinek, hiszen szinte minden községben van teniszpálya, egy ilyen májusi és szeptemberben lévő bajnokságot, ahol elindulnánk, és ez minden évben egy tavaszi és őszi fordulóval pedig összemérnénk az erőket, és szép kupákat és érmeket osztalánk ki. Hol tart? Van-e remény valóban erre? Van, jelenleg úgy néz ki, hogy 6 csapattal tudunk majd indulni, és hát jövő májusban addig a gyerekek meg folyamatosan edzenek. Illusztris vendégek is vannak itt, aki többszörös magyar bajnok, igaz, más sportágakban, de egy valódi sportember Tóth Etre, sőt, mi több, egy sportcég, ő annak a magyarországi képviselője. Mi hozta ide Szárszóra, mi persze örömünk ennek, hogy kerültél ide a pályára, és mi tart itt? Először is itt nyáron itt lakunk Balatonon, Szántódon, itt van egy családi házunk, de Attilához már egy régi barátság köt, ez talán már több is, mint 20 éves. Szerintem egy ilyen 25 éves közös munka, amit a Hednek a forgalmazásában így eltöltöttünk, és így Balatonon nagyon össze tudunk jönni, nagyon szép a pálya, Attila nagyon jó karban tartja, úgyhogy nagyon szeretünk ide átjárni. Gondolom azért itt egy baráti társaság vagy közösség is van, talán az is vonzó valakinek, hogyha már Szántódról ide jár, és nem mondjuk valami másik pályákra.
Igen, az a ritka, tehát sok teniszpálya van, de ritka, ami ennyire jól karban van tartva, és a másik pedig az a társaság. Tehát bármikor jön az ember, tud játszani. Attila az mindig megteremti a lehetőséget, hogy jó partnerekkel és nagyon jó hangulatban tudjunk. Ez egy igazi klub, ez a lényege. Mi az, amit szeretnél látni esetleg változtatás? Mi az, ami nem lenne baj, ha fejlesztés lehetne itt ezen a pályán? Én azt mondom az Attilának, hogyha esetleg valahogy a szezont meg lehetne hosszabbítani, hogy egy pályára lehetne valami tetőt, vagy valami hasonló szerkezetet, de végül is a pálya az jó. Az probléma, hogyha rossz az időjárás és elázik a pálya, akkor valamikor napokig nem lehet használni. Bár itt is hozzátenném, hogy ez az első pálya általában, amikor egy kiadó zuhé után rendben van rakva, és elég gyorsan lehet rajta játszani. Köszönjük szépen!